Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Üdvözlünk benneteket, a Formula Podcast 9. adását halljátok. Műsorunkban ezen a héten is kibeszéljük a Forma 1 legújabb híreit, szót ejtünk a motorsport szériák érdekességeiről, és egyéb más fontos információkat is hallhattok tőlünk. Ezúttal rendhagyó módon segítséget is hívtunk a műsor készítéséhez. Szeretném üdvözölni a Formula Podcast adásában Bereznai Danit, aki kollégáim segítségére lesz abban, hogy átlássuk, megmagyarázzuk, megértsük és tovább tudjuk adni a szükséges információkat hallgatóinknak a motorsportok legaktuálisabb témáiról. Természetesen velünk tart ezúttal is állandó szakértői gárdánk, legjobb kollégáim és barátaim, akiket ismét szeretnék bemutatni nektek, Gellérfi Gergő, az Autosport évkönyv szerkesztője. Hello, sziasztok! Mészáros Sándor, az Autosport és Formula magazin főszerkesztő helyettese, egyben a Szágódás és Cirkusz című Forma 1-es könyvsorozat szerzője. Ciao, sziasztok! Isten hozta Dadit a podcastben! Engem pedig Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztői posztját látom el. Ezúttal viszont az a feladatom, hogy megfelelő mederben tartsam a podcast beszélgetést. Első és legfontosabb témánk egy Forma 1-es pilótához kapcsolódik, hiszen Mészáros Sándornak, kollégánknak sikerült mikrofon végre kapni még egy Forma 1-es versenyzőt, ezúttal Antonio Giovinazzit, az Alfa Romeo Racing versenyzőjét kérdezte a karantén helyzetről. Antonio Giovinazzi az Alfa Romeo Racingtől. Üdvözlünk a Formula Podcastben. Antonio, milyen az élet ezekben a nehéz napokban? Tudjuk, hogy sokat tréningezel és szimulátorozol, de mi más csinálsz még? Hogy állsz mondjuk a főzéssel? Milyen olasz finomságokat tudsz már készíteni? Fine Italian foods now? Yes, a difficult moment. Luckily we have like you say, a simulator. Igen, nehéz a helyzet, ahogy mondtad. Sokat szimulátorozom, és minden nap sokat tréningezem, hogy a legjobb formában tudjak maradni. Főzni? Nos, igen, egyre inkább szeretek főzni, és igazándiból csak most jöttem rá, hogy kezdek egyre jobb lenni a konyhában. Olasz vagyok, így természetesen szeretem ezt csinálni, és még jobban szeretem a jó ételeket. Készítek pasztát, pizzát, húsokat, de csak egyszerűbbeket, mert követnem kell az előírt étrendet. Arra jó ez az időszak, hogy alkalomattán én magam dobjak össze valamit. Mire számítasz? Mennyire lesz nehéz a visszatérés a kényszerszünet után? Milyen lesz a hangulata ezeknek a zárt kapuk mögötti futamoknak? Igen, biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz, hiszen már nagyon régen nem vezettünk. 2 hónap téli szünet, némi teszt, most ismét hosszú szünet, amelyről nem is tudjuk, hogy meddig tart. Az biztos, hogy legalább 3 hónap lesz a kihagyás. Fizikálisan biztosan nehéz lesz a visszatérés, megterhelő lesz a nyaki izmokra nézve, de ezzel mindenkinek ugyanúgy meg kell birkóznia. Az is biztos, hogy zárt kapuk mögött nagyon furcsa lesz a pályák hangulata, hiszen annál jobb nincs, mint amikor a rengeteg rajongó ott van velünk. Persze törekednünk kell a biztonságra, jelenleg pedig ez a legbiztosabb mód. Reménykedem benne, hogy hamar visszatérhetnek a nézők, és újra fantasztikus lesz a hangulat a pályákon. Mi a helyzet jelenleg az Alfa Romeo-nál? Milyen a hangulat, mik lehetnek a kilátások erre a furcsa 2020-as idényre? A hangulat? Nos, ez természetesen remek. A gyár jelenleg be van zárva, mindenki otthonról dolgozik. A téli tesztek után nagyon vártuk, hogy Melbourne-ben végre versenyezhessünk, pláne, hogy nem tudtuk pontosan, mire lehet elég az a potenciál, ami bennünk van. Vártuk Melbourne-t, hogy lássuk végre, hol is tartunk pontosan. Amikor azonos üzemanyagszint mellett azonos motorbeállításokkal összecsapunk, de sajnos ez ugrott. Most a nyakunkba szakadt szabadidő alatt igyekszünk minél jobban megérteni a téli tesztek tapasztalatait, hogy minél jobban felkészíthessük majd az autót a szezon kezdetére. Említetted korábban, hogy Spa-Francorchamps az egyik kedvenc pályád. Ha mondjuk top 3 kedvenc helyszínedet kellene felsorolni, melyik lenne a másik kettő a top listán? Racks on your top list. Yeah, actually before starting my first season in Formula 1, Spa for sure. Igen, mielőtt megkezdtem az első F1-es szezonomat, valóban Spa volt a kedvenc pályám, de a tavalyi szezon után változott az álláspontom.
mégpedig annak hatására, hogy első ízben versenyezhettem Suzukában. Most már azt mondom, hogy Suzuka a kedvenc pályám, ahol az első két szektor remek, az egész pálya pedig úgy, ahogy van, igazán különleges, pláne ezekkel az autókkal, ilyen leszorító erővel és kanyarsebességgel. Szóval most Suzuka az első helyezett nálam, majd Spa, aztán pedig Monza, mert nagyszerű a hangulat és minden csodás a hétvége folyamán. Van olyan pálya a világon, ahol nem rendeznek Forma 1-es nagy díjat, de mondjuk szívesen kipróbálnál ott egy Forma 1-es autót? Test in a Formula One car. Yes, one of my dream track. Az egyik álompályám, amely F1-es autóval talán túl szűk és veszélyes lenne, de azóta nagy kedvencem, hogy elkezdtem Formula autókkal versenyezni, az Macau. Az tényleg az egyik legjobb pálya, igazi utcai helyszín, amelynek vannak nagyon gyors kanyarjai, hosszú egyenesei, kemény féktávjai. Ott aztán tényleg minden meg valami kell. Egy ottani kör rendesen fel tudja küldeni az adrenalin szintet, szóval ezt választanám, ezt próbálnám ki szívesen egy F1-es autóval. Ha már az álompálya szóba került, van-e olyan autó az F1 történelméből, amelyet szívesen elkötnél egy menetre? Gondolkodtál valaha ezen? Have you ever think about this? Of course now we are on the era that we are driving the. Most egy olyan érában vagyunk, amikor az F1 történelmének leggyorsabb autóit vezethetjük, szóval ez már önmagában nagy dolog, és boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek. Ha a múltból mégis választanom kellene, akkor olyan 2007-2008-ból választanék egy autót. Elsősorban a motorok és az autók csodás külleme miatt biztos, hogy ebből az időszakból választanék egy autót. Mint mindenki másnak, a versenyzőknek is vannak nagyon kellemes és nagyon rossz emlékei. Számodra mi volt az eddigi legérzelmesebb momentum a pályafutásod során so far? I would say yes, many of course, you know, like you say, drivers have Azt kell mondanom, hogy igen. Hogyne, hiszen, mint mondtad, minden versenyzőnek nagyon sok jó és rossz emléke van a pályafutásáról, mivel a karrier általában elég hosszú, és természetesen mindig adódnak hullámhegyek és hullámvölgyek. Hogy mi volt az én pályafutásom eddigi legjobb emléke? Erre azt mondanám, hogy Baku és Monza a GP2-ben 2016-ban két igazán fantasztikus hétvége volt. Bakuban szombaton először nyertem abban a kategóriában, másnap pedig az utolsó helyről startolva nyertem meg a második futamot, Monzában pedig nyertem. Majd a végéről jöttem fel a dobogóra, a hazai közönségem és a családom előtt. Igazán érzelmes volt az első F1-es nagy díjam is 2017-ben Melbourne-ben, hiszen azzal az álmom vált valóra. Beszéljünk egy picit Magyarországról. Mit gondolsz a Hungaroringről és úgy általában a magyar nagy díj hangulatáról? Yes, of course I like Hungary, I like the circuit. Nagyon kedvelem Magyarországot és a versenypályát, amely roppant szűk, olyan, mint egy kokárt pálya. Túlságosan sok kellemes emlékem mostanáig nincs, jó eredményem se nagyon, de remélem, hogy hamarosan újra ott leszünk. Az embereket, a magyarokat nagyon kedvelem, hiszen szenvedélyesen imádják a motorsportot, minden évben nagyon sokan eljönnek. Már várom, hogy újra ott legyünk, és remélhetőleg végre sikerül összehoznom ott egy jó eredményt. Végezetül, üzensz esetleg valamit a magyar szurkolóknak ezekben a nehéz időkben? Csupán annyit tudok mondani, hogy fantasztikus emberek vagytok, tele szenvedéllyel a motorsport iránt. Remélem, hogy amikor hamarosan ott leszünk, sok mókában lesz részünk, és együtt élvezhetjük az F1-es hétvégét. De őszinte elismerésem Sanyinak, hogy ilyen illusztris riport alany gárdával szolgál a műsor számára, hétről hétre olyan vendégeket tud nekünk hozni, akiket azt hiszem egy átlagos újságíró nem szólaltathatna meg, nemhogy egy podcastben, hanem még egy riportban sem nagyon. Úgyhogy elsősorban ezt a rangját szeretném hangsúlyozni ennek az interjúnak, amit hallottatok. Másodszorban szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy nem először nyilvánul meg Giovinazzi azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen rajongógárdával rendelkezik, és hogy ő erről tud, illetve arról is beszélt ebben az interjúban, hogy mennyire fontosak számára a magyar rajongók, milyen jól érzi magát azokon a versenyeken, amikor itt látja a magyar szurkolókat a Hungaroringen. Mi erről a véleményed, Gergő, te hogy értékeled ezt az interjút?
Érdekes beszélgetés volt ismét, de hát Sanyitól ezt már megszokhattuk, hogy a karanténban bujkáló Forma 1-es pilótákat valahogy mindig el tudja csípni. Giovinazzi, én személy szerint nagyon-nagyon kedvelem. Talán 2015-öt írtunk még akkor, amikor a Formula 3-ban Charles Leclerc-rel együtt versenyeztek, és akkor beszélgettünk a kollégákkal arról, hogy nagyon bízunk benne, hogy abból a generációból ez a két srác legalább, Giovinazzi és Leclerc legalább el fog jutni a Forma 1-ig. És ugye ez sikerült is, sőt, ugye még azt sem lehet egészen kizárni, hogy egy-két év múlva, vagy már jövőre akár mindketten a Ferrari-nál versenyezzenek. Az ő karrierje egyébként nagyon érdekes számomra, mert egyáltalán nem egy szokványos karrier, ő egy, nem tudom, ezt tudjátok, egy meglehetősen, úgy mondjam, obskurus versenysorozatban kezdett versenyezni, miután gokárttal agyon nyerte magát, ő elment Kínába, és a méltán ismeretlen formula pilóta China nevű szériában szerzett bajnoki címet. Végignézitek a bajnokok népsorát, az összes többi totál ismeretlen alak, de hát szerencsére nála ez csak egy kis kitérő volt, és aztán ugye megérkezett oda, ahova ő való. Úgyhogy, ja, tavaly a szezonja, erről talán a múltkor beszéltünk, hogy olyan furcsán alakult, gondoljunk itt például a Spai gyönyörű, szép és nagyon csúnya véget érő hétvégére, de összességében szerintem egy újonc évnek teljesen rendben volt. Sándorom? Amelynek az egyik fénypontja az volt, hogy köszöntőt írt a Száguldás és Cirkusz című évad összefoglaló kiadványunkhoz. Én elég jól ismerem őt, de én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a Dani véleményére, hogy ő hogy ismerte meg az Antoniót. Ugye Dani, neked csapattársad, most néhány hete a szimulátor projektben is, amennyire én tudom, segítettél neki a felkészülésben. Milyen ember ő, mint csapattárs? Talán a legkönnyebb és közvetlenebb Forma 1-es versenyzőről beszélünk. Amikor ott vagyok egy-két verseny hétvégén a pedokban, akkor is könnyen akár leül melléd ebédelni, vacsorázni, és teljesen lecsökkenti a távolságot. A csapat összes dolgozója ezáltal köztünk és közte között is, teljesen közvetlen, és igen, gyakoroltunk együtt is. Látszik, hogy nagyon szenvedélyes a motorsport iránt, mert meg annyi szériát megjárt már a valóságban, de ugyanolyan érdeklődéssel nyit az e-sport felé is, és elkért tőlem onboard videókat, kikérte a tanácsomat, hogy tudna még gyorsulni, vehetni ezt félváról is, de nagyon-nagyon sikeréhes, párhol versenyez, ő szeretné meglátni leghamarabb a kockázászlót. Jaj, de jó a hangodat hallani, a hallgatókat beavatjuk most akkor, hogy egy kisebb taktikai malőr miatt a beköszönésnél elmulasztottunk megadni neked a lehetőséget arra, hogy beköszönjél, de itt vagy velünk, jaj, de jó ezt hallani. Igen, említetted az ő technikai éjségét, és azt, hogy mennyire emberközeli. Ez az emberközeliség így a karantén helyzet alatt mennyire nyilvánult meg, mondjuk leszámítva itt a szimulátoros egyeztetéseket, volt, amikor összecsörögtetek, hogy te hogy vagy, mi van veled, mit csinálsz éppen? Discordon szoktunk beszélni, az egy ilyen játékos chat alkalmazás, hangalapú, és hát általában minden második, harmadik nap felmegyünk, és akkor megkérdezi mindenki, hogy jól van-e vagy sem, de általában nem úgy nagyon a szakmára koncentrálunk. Én sem vagyok annyira szociális ember, hogy mindenfélét kérdezgessek, de vannak, amikor feljönnek például a játékban helyzetek, akár gumikopás terén, akár turbulens levegőben, vagy valami történik, hogy egymással csatázunk, és például elmondja, hogy ez a valóságban így működne, vagy én rákérdezek valamire. Nekem is tök érdekes most kicsit így vele, vagy akár több igazi versenyzővel beszélgetnem, mert megismerem kicsit jobban a valóságot, megismerem azt, hogy miben áll meglepően közel a Codemasters hozzá, és miben áll egy kicsit messzebb. Szóval én nagyon örülök, hogy erre lehetőségem van. Talán ez az egyetlen és picit pozitív pontja ennek a koronavírus helyzetnek. Könnyebb az Antonióval spanolni, mint a Kimivel? Szerintem mindenképpen, bár ha Kimi egy kicsit rásegít alkoholtartalmi üdítő italokkal, akkor ő is eléggé el tud könnyülni, meg ha nem lát nálad kamerát. Amikor nálam nincs semmi, nem telefonnal megyek oda, vagy fényképezővel, vagy bármi, akkor nagyon-nagyon könnyen el lehet vele beszélgetni. Az Alfa Romeo karácsonyi ünnepségén is legalább 30-40 percet beszélgettünk, és tök érdekes dolgokat megtudhattam róla és a pályafutásáról is. Viszont amikor fotózni szeretnél, vagy valami közös videós tartalmat csinálni, akár internetre, akár a tévébe, attól természetesen a legnagyobb módon írtózik.
ami kicsit ironikus, ugyanakkor nagyon tiszteletre méltó is, ugyanis látszik, hogy ő a motorsportban csak azért van ott, nem a sztárságért, hanem azért, hogy versenyezhessen ezekkel a fantasztikus autókkal, és már közel 40 évesen fájdalmakkal, mindennel együtt még mindig ott harcol, úgyhogy már rég visszavonulhatott volna, de még mindig szereti, amit csinál, és ezt jó látni, és igazán inspiráló. Visszatérnék még egy picit az Antonióra. Gergő említette, hogy a pályafutása kezdetén Kínában versenyzett egy meglehetősen buta sorozatban. Nos, mindennek oka van annak is, hogy miért kötődik ő ennyire Ázsiához. Ezt ahogy így háttérbeszélgetések során erre fény derült, ezt nem mindenki ismeri ezt a sztorit, hogy gyakorlatilag az övé az egy tündérmese. Ugye ő egy teljesen átlagos családból származik, az apukája a D.B. Schenker nevű szállítmányozási cég olasz lány vállalatánál dolgozik, tehát bérből és fizetésből élő az apuka, az agyuka a sima háztartásbeli, ugye ők gokartoztatták a gyereket amennyire csak lehet, amennyire a lehetőségeik ezt engedték, és úgy hozta a sors, hogy elérte a legjobb eredményeket, már lépni kellett volna tovább formautós kategóriába, de nem volt meg az anyagi háttér. És ekkor jött a Magic Touch, az égiek lenyúltak és segítettek a Giovinazzi családnak, ezt magától Sean Gelael apukájától tudom, ő mesélte el nekem ezt a sztorit, Ricardo Gelael, ugye egy indonéz milliárdosról beszélünk. Azt mondta, hogy amikor eldőlt az, hogy a gyerek akkor a csúcsra jutott a gokartban, ugye együtt versenyeztek az ő fiával, az ugye éppen távozott a pályáról, és látta, hogy az apuka egy zacskóból gyümölcsöt eszik, oda ment, gratulált neki, és akkor mondta, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Erre az volt a válasza a Giovinazzi apukának, hogy hát semmit, pakolunk haza, megyünk haza, és ezzel vége a versenyzői pályafutásnak, mert nincs több pénz. De gyere egyébként, ülj le ide hozzánk, és akkor ennyink van ez a kis gyümölcs, együk meg együtt. És ott elkezdtek beszélgetni, és amikor megismerte az idősebb Gelael a Giovinazzi sztorit, hogy milyen háttérrel érkezett a fiatal ember erre a szintre, akkor ott a helyszínen gyakorlatilag a telefonjáról intézett egy több százezer eurós utalást, ami lehetővé tette azt, hogy megkezdje a formautós pályafutását, és utána ők nagyon-nagyon sokáig együtt haladtak, a Sean Gelael-lel, hát ugye fény évekkel előtte jár már az Antonio, mint a Sean Gelael előtt, viszont a szoros kapcsolat megmaradt, és amikor bejelentették azt, hogy ő a Form 1-ben szerephez jut az Alfa Romeo kötelékében, a Ricardo Gelael volt az első ember, akinek SMS-ben elárulta, hogy akkor révbe értem, és hogy ez csak is neked köszönhető. Egy igazi tündérmese ez azt. És milyen érdekes, közben a Giovinazzi élete legnagyobb balesetét valószínűleg akkor szenvedt el a GP2-ben, amikor a Gelael-lel ütközött. De hát gondolom, ezt meg tudták utóbb beszélni könnyedén. Nagyon jó barátság van közöttük, a mai napig tartják a kapcsolatot, és gyakran előfordul, hogy amikor a Ricardo Gelael felbóklászik a Form 1-es paddockban, mert azért elég gyakran megfordul, nem csak az F2-ben, hanem az F1-ben, és akkor bekopogtat az Alfához, és körbenéz, hogy bíjúság az Antonióval. Én kérdeznék Danitól, ha már én mulasztottam el az elején a bemutatását. Két dolog megütötte a fülemet, hogy a versenyzőkkel, ha beszélsz, így fogalmaztál, hogy a két említett pilótán kívül akkor ezek szerint mások is szóba állnak veled, vagy sikerül másokkal is beszélned. De azt is látom, hogy elég profi a felszerelésed, állványjal, meg profi mikrofonnal jöttél ide nekünk a képernyőre, a podcastbe, hogy milyen gyakran ülsz ebbe a székbe, és milyen gyakran szólalsz meg. Elég sokat beszélek virtuálisan, akár ismerősökkel, vagy szakmabeliekkel, akár interjút adni, de van egy saját YouTube csatornám is, szóval azért igyekszem valami minőséget fenntartani, bár amúgy pont ez a webkamera nem a kedvencem, mert azt elég kevésszer használom, inkább csak a hangom fedi le a játékmenetet, vagy valamilyen eseményt. De igen, itt vagyok, és beszélek más versenyzőkkel is, Correával is beszéltem, aki ugye a Virtual GP-ben, az Alfa Romeo-ban Giovinazzi csapattársa, ezek mellett Gianni Riverny, aki a Veloce eSports-nak, aki meg a csapatom és menedzsmentem a legfőbb befektetője és úgymond co-founderje, ezt nem tudom, hogy mondják magyarul, ő is elkezdett Forma 1-ezni, és jelentkezik több eseményre, szóval ő is kikérte a tanácsaimat. Tök jó amúgy, amilyen alázatosan tényleg hozzáállnak ezek a versenyzők ez a virtuális világhoz is.
Dani, mesélj nekünk arról, hogy mi van veled. Ugye a virtuális versenyzés ebben a koronavírusos kényszerszünetben ugye azért kellőképpen reflektorfénybe került. Ez neked is meghozta a nagy áttörést, egy egész világ beszél arról, hogy milyen csodálatos magyar tehetségünk van a személyedben. Mit érzékelsz ebből, hogy egyetértesz-e velünk egyáltalán abban, hogy megtörtént a nagy áttörés az e-sport frontján? Mindenképpen több ember megismerte az e-sportot, mint iparág, ugyanakkor azért szerintem volt, vagy vannak olyan emberek, akiknek a szemében egy kicsit rombolódott ennek az illúziója, ugyanis például a legelső M4-es közvetítés az tényleg elég alacsony színvonalon volt, és nem az M4-es rácok miatt, hanem az, hogy a Form 1 mennyire nem készítette fel semmire a versenyzőket. Johnny Herbert... Bocsánat, katasztrofális volt, ami történt gyakorlatilag. Bocsánat, hogy itt a szabadba vágok. Ugye akkor egyetértesz velünk abban, én ezt meg is fogalmaztam a podcastban, hogy csodálatos dolog, hogy az M4 Sportnak a képernyőjén mindenki láthatta, csak az volt a sajnálatos, hogy azt láthattuk, amit láthattuk. Ez teljességgel komolytalan volt. Tehát nem, mintha az egészet ilyen utolsó pillanatban dobálta volna össze a Formula One menedzsment, olyan semmilyen volt az egész. Hát ez is történt gyakorlatilag, nem, Dani? Vagy nem tudom, te ebből mennyit. Igen, ez így van. Itt nagyon nem hagytak lehetőséget érvényesülni a versenyzőknek se. Egy olyan mezőnyt válogattak össze, hogy csak a nevek számítanak, és nem a játékhoz való kötődés. Ha elsőre nem találnak ennyi embert, akkor tényleg pár ügyesebb játékost kellett volna inkább kiválasztani, még ha nem is mondhatják el a reklámokból, hogy Johnny Herbert is versenyez, de az, hogy padlógázzal átmegyünk az első kanyaron, meg össze-vissza pörgünk, meg törjük egymást, az egy olyan képet vetíthetett az e-sportról, ami elég komolytalannak tűnhetett egy átlagos nézőnek. A rossz marketing is marketing, de én ennek egyáltalán nem örülök. Szerencsére a következő 2-3 futamra már jelentősen javult a helyzet, és hát az elmúlt futam, a brazil nagydíj az egészen zseniális volt, teljesen élethű csatát láthattunk Albon és Leclerc között. Tényleg marha jó volt, de szerinted nem az lehet az oka annak, hogy mondjuk téged vagy az állandó versenytársaidat, állandó riválisodat nem hívták meg, hogy rosszul nézett volna ki, hogyha hülyére veritek a Forma 1-es pilótákat? Pont ezért fogalmaztam úgy, hogy néhány ügyesebb játékost meg lehetne hívni, akár lehetnek ezek YouTube-osok is, nem kell, hogy mi legyünk, vagy ha nagyon ránk szólnak, hogy menjünk lassabban, vagy fordított rajtrács, vagy valami, akkor még ez nem történt volna meg, amit te mondasz. Valóban nehéz a helyzet, de még mindig jobb egy minőségi versenyzést látni, amiben talán egy-két Forma 1-es pilóta hátrébb végez, mint ütközéstől ütközésig menni a falak között. Nem tudom, hogy mondhatsz erről valamit, majd elárulod nekünk, ha el lehet árulni. Elhangzott ez, hogy Dani, kérünk, könyörögve, hogy ne gyere versenyezni azért, hogy ne égjen a Norris, ne égjen a Latifi, ne égjenek a többiek? Elhangzott így? Hát pontosan így nem hangzott el, de... Például a legutóbbi Not the GP-re sem voltam már meghívva sajnos, aminek első két fordulóját ugye megnyertem, még a fordított rajtrácsos versenyen is harmadik lettem, pedig azok izgalmas futamok voltak, és jó volt a sorozat, de a Veloce azt mondta így a legújabb Hockenheimi nagy díjra, hogy nem kéne jönni, mert találnak inkább más, akikkel izgalmasabb lesz a csata. Én ezt megértettem, nekem az e-sport pilóták ellen kell remekelnem. Ettől függetlenül már az első két forduló is hihetetlen nagy élmény volt. Szerintem mindenki, aki kicsit jobban belenéz a dolgokba, akkor azt tudja, hogy nem azért verem el feltétlenül a Norris-t, mert én akkor a király lennék, csak ebben a világban én sokkal többet mozgok, több gyakorolt órán van, sokkal jobban megszoktam az irányítási modellt. Ő nyilvánvalóan ugyanilyen könnyedséggel verne el engem egy valós formula autókba. De itt az élvezeti faktor számít, és most szerencsére az növelődött azzal, hogy bárkik is versenyeznek, legalább már tiszta csaták találhatóak a versenypályán. Nekem az a kérdésem, hogy még a Formula.hu és az Autosport és Holm magazin főszerkesztőjeként is iszonyú gondot okoz, hogy átlássam az erőviszonyokat az e-sport szériák között. Te mit gondolsz, hogy lehetne felállítani rangsort? Egyrészt nyilván van a népszerűség, másrészt meg van a minőség. Hogyan lehetne ezt jól elmagyarázni egy hozzá nem értőnek, hogy mit érdemes nézni, hol vannak az igazi értékek? Hát motorsportban szerintem bármennyire is egy kicsivel kisebb szimulátor a Forma 1 hivatalos játéka az iRacinghez, Assetto Corsahoz és az R-Factor nevű komolyabb szimulátor programokhoz képest, mégis ez az e-sport csúcsa. Tavalyi 109.500 valamennyi jelentkező jelentkezett arra a szériára, ahol én is a top 20-ban versenyeztem, és aztán világbajnoki harmadik lettem.
ezekhez képest ezekben a nagyobb szimulátorokban 3, 4, 5, maximum 10, 15 ezer ember teszi le a lábát, ami nyilvánvalóan nem egy kis szám, és azok a versenyzők ugyanúgy rendkívül tehetségesebbek, sőt, valamilyen szinten az élet hűséghez közelebb is állnak, mint mi. Ettől függetlenül nézettség, elérés és komolyság szinten szerintem a Forma 1 sorozata a legnagyobb. De ezek mellett vannak olyan játékok, stratégiai játékok, lövöldözős játékok, mint például a Fortnite, Counter-Strike, stb. Amivel több 100 millió ember játszik a néhány 5-10 millió emberhez képest a motorsporthoz viszonyítva. Szóval azok az e-sport szériák bármennyire is sokkal messzebb állnak a valóságtól, sokkal nagyobbak tudnak lenni még a mieinknél is, de azokban én nem mozgok, és annyira nem is mozgatnak meg minket, mivel engem mindig is a korreláció és a motorsport közelsége vonzott annyira az F1 e-sportban is. Dani, nekem kettő kérdésem lenne. Néhány hete volt itt nálunk a virtuális stúdióban Nicolas Latifi, aki szintén szimulátorozik meglehetősen nagy vehemenciával, és ő tett nekem egy említést arról, de más autóversenyzőktől is hallottam más kategóriákban, hogy létezik egy rejtélyes WhatsApp csoport, ahol nagy formátumú autóversenyzők és szimulátorpilóták gyülekeznek, és ott egyeztetik a különböző versenyeknek az időpontjait. Te hallottál erről, benne vagy ebben a csoportban? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, amire nagyon kíváncsi lennék, és ezt már nagyon régen szerettem volna megkérdezni, ugye te korábban Mercedes pilóta voltál, most már Alfa pilóta vagy. Mennyivel másabban kezeli, tehát mennyivel eltérő az, ahogy az Alfa kezeli az e-sport pilótákat, illetőleg milyen előnyökkel jár az, hogyha valaki egy Form 1-es istálló kötelékén belül űzi ezt az ipart? Igen, szóval biztos van ilyen WhatsApp csoport, én arról annyira nem hallottam, mert nem sokat használom azt a programot. Discordon is van ilyen amúgy, és ott benne vagyok, és ott szoktunk ilyen gyakorló szervereket készíteni, és akkor megbeszéli mindenki, hogy nem tudom, péntek délután 4-kor angol idő szerint felcsatlakozunk, és akkor gyakorlunk egymással, aki akar, az hangalapon is beszállhat a beszélgetésbe. Az, hogy egy F1-es csapat alkalmaz, arra meg csak annyit, hogy nyilvánvalóan ez egy hatalmas dolog, nekünk ez nem jár annyi előnnyel, mint például egy valós pilótának, nem dolgozunk együtt mérnökökkel, az autóbeállításokat is nekünk kell mind beállítani, mivel mi értünk a legjobban a szoftverhez, és annyira nem életű, hogy fizikai számításokkal azokat le lehessen követni, és az autók is egyenlőek, szóval a mérnököknek az a szerep sincs meg, hogy fejleszék a mi járművünket azért, hogy gyorsulni tudjunk a versenypályán. Ennek ellenére viszont az a támogatás, amit egy Forma 1-es csapat tud biztosítani a profi felszereléssel, a fizetéssel, ami azt eredményezi, hogy ez nekem a teljes értékű munkám, és napi 8-10 órában is tudok gyakorolni egy szezon közben, az nyilvánvalóan nagyon fontos és elengedhetetlen. És ami a Mercedes és Alfa között a legnagyobb különbség, az talán az összes dolgozó közelsége. A Mercedes Motorsport az egy óriási vállalat. A Mercedes karácsonyi buliánval mind 4000 ember volt, ehhez képest az Alfáé meg 750, és szerintem már csak a számok is magukért beszélnek, 750 emberrel kicsit közelebbi viszonyt ápolni, kicsit közelebb lenni, jobban megismerni egymást sokkal könnyebb. Az gyakorlatilag egy ilyen nagyobb iskola, mint ennyi ezer fővel. Az egy világmárka, talán a marketing értéke egy kicsivel nagyobb, mint az Alfa Romeo-nak, mert a legnagyobb autógyártó cégről beszélünk, és a legsikeresebbek jelenleg bármilyen fajú motorsportban. Ennek ellenére az Alfa Romeo pont ugyanolyan szenvedéllyel, csak picit családiasabban mindent belead, és én rendkívül jól érzem magam náluk, és nem is bántam meg, hogy hozzájuk jöttem. Egy családias a hangulat, és ugye akárhonnan nézzük, szerves részét képezitek a csapat életének, mert kommunikálnak benneteket, büszkék rátok a sikereitekre, meg azért mindenben segítenek, amiben csak lehet. Említetted, hogy nincs mérnöki támogatás, de gondolom azért bármikor megvan az a lehetőség, hogyha valaki, hogyha kis inspirációra van szükséged, akkor bárkit megkérdezhetsz ezzel kapcsolatban. Igen, olyanokat például tudnánk kérni, hogy akár a versenyről a teljes onboardot elkérnénk, ha kíváncsiak lennénk például, hogy a pilóták mit csinálnak valahol egy valós versenypályán. Például a személyedzőnek megvan a telefonszáma, a Giovinazzi-nak a személyedzőjének, szóval mondta, hogy ha valamiben kéne például segítséget kérnünk, étrend vagy bármi teljesítménnyel kapcsolatos izgulást, hogy tudnánk legyőzni, akkor őt nyugodtan kereshetjük. És ezek mellett tényleg a közösségi médiát kezelő embereiknek is mind megvan a kontaktja, ami tök jó, mert bármikor valami nagyobb projektet terveznénk, azt tényleg a világ
elé tudjuk kürtölni és interaktálni a követőinkkel. Engem az érdekelne, hogy milyen, amikor az előnyöket soroltad, hogy milyen előnyei vannak, hogy egy csapathoz tartozol, hogy a rajongók közelségét mennyire érzed, esetleg a hölgy rajongók közelségét érzed-e, mint egy igazi Forma 1-es pilóta tudva levő, hogy az overall az megvadítja a gyengébb nemet. Hogy állsz te ezzel a kérdéssel? Hát én sajnos nem viselek overallt, pedig lehet jól jönne, most jó ötletet mondtál a következő webkamerás közvetítésben, már azzal jövök, hogy kicsit nagyobb sikerre járjak a nőstényeknél. Viccet félretéve, vannak rajongók szerintem az internetes világban tök jó közel őket tartani, mivel hogy bárki letöltheti azt a játékot például, amivel játszunk, sok olyan élőadást csinálunk, amikor gyakorlatilag a követőinkkel csatázunk egy darab versenypályán, és ez szerintem sokkal közelebb, mint ami a valós Form 1-ben valaha meg fog történni. A valós rendezvényénkre viszont az igaz, hogy annyian nem jöhetnek el, mint például egy valós nagy díjra, ahol ha nincs ez a mizéria, akkor talán több százezer ember is kimegy egy adott hétvégére. Szóval személyesen bevallom, egy kicsit kevesebbet találkozunk velük, és látjuk őket, mint talán a valós versenyzők, ugyanakkor egy más módon meg talán közelebb is vagyunk hozzájuk. Igen, és azt hiszem, hogy ebben a mizériában, ahogy fogalmaztál, nyilván egyre nagyobb figyelem szegeződik az e-sportra, hogy erről itt már beszéltünk az elején. Engem az foglalkoztatott még, hogy te azt hogy látod, hogy most itt valóban arra, amit te csinálsz, meg amit te az állandó versenytársaitokkal csináltok, arra nagyobb figyelem szegeződik, vagy Norris Leclerc és a társai ellopják a bulit. Tehát, hogy tulajdonképpen ez, ami most történik, ez segíti a virtuális Forma 1-es bajnokságotoknak a publicitását, vagy épp hogy rombolja? Szerintem segíti, mert miután sok ember látta, hogy a valós Forma 1-es pilóták mennyire komolyan veszik ezt a játékot, megnézik, hogy mi a legkomolyabb szint, úgymond, és ezeket a versenyeket is lekövetik, akik igazán hirtelen érdekeltek lettek ebben a dologban. Több ember kormányt vásárolt, felszerelést, és kipróbálja ő is magát, és hát tőlünk tud talán a legtöbbet fejlődni, legtöbbet tanulni. Szóval minket is elkezdtek olyan emberek, nézők követni, akik eddig nem is annyira ismerték ezek az iparágok. Nyilvánvalóan, amiben Norris és Leclerc versenye, azt mindig többen fogják nézni, mint amiben mi, mert azért jelentősen kisebb emberek vagyunk mi, úgymond a közösségi média terén. Ennek ellenére mi is úgy, hogy lépkedtünk velük felfelé, és ez szerintem tök jó, nem hiszem, hogy egymás riválisai lennénk. Én következem egy vallomással. Ha van rivalizálás, ha nincs, azért ezt marha jó hallani, megmondom neked a tutitet. Nagyon sok emberrel beszélünk, Form 1-es frontemberekkel, háttéremberekkel, médiában dolgozó kollégákkal, és ez iszonyatosan jó hallani, hogy Dani Bereznai abszolút favorit. Tehát olyan szinten vagy rajta a motorsport térképén, hogy az valami elképesztő, és ez megmondom neked a tutit, hogy ez óriási büszkeséget tölt bennünket. És bocsi, de én itt erre rácsatlakoznék, mert ugye itt a motorsport térképének egy másik kis szegletében is feltűntél az elmúlt hetekben a Mihalis Norbi féle tehetségkutató, virtuális tehetségkutatóban, ugye egészen jól szerepeltél, hogyha jól emlékszem. Első lettem a kvalifikáción, ami igen jól mutatja, hogy milyen hamar hozzá tudtam szokni a túrautókhoz is, amire nagyon büszke vagyok. Ez a nyers tempóban egy jelentős képet mutatott rólam, ami a Hungaroringen szerintem különösen fontos, mivel nagyon nehéz előzni. Itt ugye DRS sincsen, a túrautóknak a szélárnyéka is jóval kisebb. Láthattuk, hogy a versenyen, amire aztán végül nem mentem el, az első 4-5 között a rajtot követően nem történt semmilyen pozíció csere. Szerintem az egy nagyon jó kis kezdeményezés volt, én próbáltam mindenkit arra bíztatni Magyarországon, hogy jelentkezzen rá, mivel a fődíj az tényleg hatalmas. Szerintem a legtöbb szimulátor versenyzőnek az az egyik álma, legnagyobb álma, hogy a valóságban is egyszer kipróbálhassa magát, de sajnos nekem a figyelmem nem tud annyira megosztani, hogy a Forma 1-re is teljes mértékben koncentráljak is arra is. Ennek függvényében egy igazán jó kihívás volt, és szerintem megmutattam mindenkinek, akinek lehetett és kellett, hogy én nem csak egy ilyen árkád F1-es versenyző vagyok, hanem gyakorlatilag a Forma 1-es hátsó kerekes, tűpontos, erős, feszes futóművű autó tökéletes ellentétéhez is hozzá tudok hamar szokni egy kicsit komolyabb szimulátorban.
És nem fájt a szíved, hogy nem mentél tovább ebbe az irányba a Norbi Challenge-en, hogy úgy mondjam? Én nem szeretek két szék közé esni, eléggé céltudatosan haladok előre egyelőre a Form 1-ben. Nekem ez is jelenti a megélhetésem, egyelőre nincsen mögöttem diploma vagy bármilyen szakmai tapasztalat. Szóval ez igazán fontos, hogy ezt jól csináljam. Másrészt egy olyan szériában harmadiknak lenni, ahol tudom, hogy teljes beadással nyerhetnék is, azt én nem annyira szeretem. Egy két harmadik helynél például mindig jobban értékelek egy darab elsőt. És láttuk is, hogy habár az első hely nem jött össze sajnos a versenyen Brazíliába, az elmúlt másfél-két hétben már teljesen a Form 1-re koncentráltam, és például pole pozícióban is végeztem, ami nekem sokkal fontosabb indikátor is, mint az, hogy mind a kettőben jó legyek, de semmiben sem a legjobb. Rövidesen meg fogunk hallgatni egy interjút egy nagyon fontos embertől azzal kapcsolatban, hogy a e-sporton kívüli világban mi fog történni várhatóan a következő hónapokban. De előtte, mielőtt elindítjuk ezt a beszélgetést, kíváncsi lennék Dani véleményére, illetve szokásaira azzal kapcsolatban, hogy ő mennyire követi ezeket a híreket, amelyek a lesz futam, nem lesz futam, hol lesz futam, hány futam, fordított rajtrács és társai témakörben találgatások szintjén elhangzanak. Te mit tudsz, illetve mit tartanál a legszebb megoldásnak, a legjobb megoldásnak a Form 1 jövőjét, illetően az idei évet, illetően természetesen? A híreket követem, igazából követek a legtöbb nagyobb magyar hírportált, külföldről viszont sokat nem olvasok, meg nem kérdezősködök. Elég nekem az, amit itt hallok és látok és olvasok. Nyilvánvalóan várnám minél hamarabb a valós Form 1-et is. Félig meddig sírok azért, mert nekem ami valós nagy díjakra lett volna lehetőségem kijutni, arra idén nem lesz majd lehetőségem kijutni. Ugyanakkor azért az emberek biztonsága a legfontosabb, valóban talán a zárt kapus megoldások lehetnek a legjobbak. Ez a több versenyei pályán az nekem nem annyira val Form 1-re, de ha muszáj kitölteni a réseket és valamit közvetíteni kell, akkor ez a megoldás. Te Dani, még mielőtt meghallgatjuk ennek a nagyon fontos embernek a gondolatain, én szeretnék afelől érdeklődni, hogy mikortól datálódik a Form 1 iránti érdeklődésed? Mik az első emlékeid a Form 1-jel kapcsolatban? Van-e olyan verseny, amire szívesen emlékszel, amire azt mondod, hogy ez kitörölhetetlen a memóriádból? Meg ugye azért nagyon sokszor találkoztunk már, hála jó Istennek, a pedokban is, éles versenykörülmények között a Form 1-ben, hogy mi volt az eddigi legjobb valóságban szerzett, legkellemesebb tapasztalatod? Fogalmazzunk így. Igen, én 7 évesen kezdtem el nézni Form 1-et, ami 2007-2008 környékére datálódik. Mögöttem van egy Vettel poszter is, ő ugyanakkor debütált, amikor én debütáltam nézőként, ezért kezdtem el neki szurkolni, szerintem nagyon sok mindenben hasonlítottunk már, kinézett szinten is akkor, ugyanúgy kékszemű szőke úriember, tökre tetszett ez a kicsit social médiától távolabbi szerény visszafogott stílusa, és éppen ezért neki kezdtem el szurkolni, azóta is neki szurkolok. Amúgy úgy csöppentem bele az F1 világába, a családon belül nálunk senki nem nézte, hogy akkoriban a Form 1-es futamokat az RTL közvetítette. Én nagy mesenéző voltam minden reggel, és azt a csatornát néztem, és egyszerűen néhány ázsiai futamot korra reggel betolakodott, de hát nem tudtam más nézni. De mindegy, megtetszett, örültem neki, hogy így történt. A legtöbb fiatal kisgyerek szerintem szereti a gyorsan mozgó járműveket, főleg egy versenypályán, amiknek akkoriban még igen impresszív volt a hangja is, bár szerintem élőben a mostaniaknak sem annyira vészes. És ami a legemlékezetesebb futam talán, amit láttam, tévén keresztül nekem 2012 Brazília, ott tudom, hogy eléggé izgultam Vettel sorsa miatt, mint egyszerű szurkolót, nagyon szerettem volna, hogy ő jöjjön ki a legjobbként. Ugyanígy nekem abban az évben az Abu Dhabi futam felzárkózása is egy igazán kellemes élmény, de ami a legnagyobb élő és talán a legnagyobb összesített Form 1-es élményem volt, az a tavalyi brit nagy díj, amin kint voltam, és az egyik legjobb lelátón ültem ott a Lafield mögött, ahol Bottas és Hamilton végig egymással csatázott, és Hamiltonnak szurkoltak a britek, akinek én nem vagyok óriási szurkolója, de az energia, ami ott volt az emberekben, és az átélés, az erő az egész motorsport családát leírta nekem, és én nagyon örülök, hogy egy ilyen élménynek részese lehettem.
ezek mellett én voltam Monzában is ugyanabban az évben, és ott meg pont ugyanez történt, sőt, még nagyobb szinten, csak ott mindenki Ferrarinak szurkolt, és hát Leclerc győzelme az tényleg fantasztikus dolog, elképesztő teljesítmény, és főleg amikor élőben realizálom, hogy mennyi ember milyen szenvedéllyel követi, és szereti ezt a sportot, akkor jövök rá, hogy mekkora dolog ez, hogy egyáltalán itt lehetek, és átélhetem én is ezt, mert ez az életem egyik legmeghatározóbb dolga. Elképesztő azért azt hallanom, hogy van olyan mai sztár, magyar autóversenyző sztár a te szemérben, aki a RTL Klub mese összeállítása közben szokott rá a Forma 1-re, és hogy 2007-2008-ban még ilyesmivel foglalatoskodtál szombat délelőttönként, meg vasárnap, hát... Ennek az az oka, kedves Tamás, téged, akit elnyűhetetlen főszerkesztőként szoktuk apostrofálni, hogy öregszünk, kérlek szépen. Ez csalhatatlan jele annak, hogy öregszünk, te és én. A többiek fiatalodnak, mi pedig öregszünk. Ugyanakkor... Egyébként gyerekek, borzalmas, most már muszáj nekem is megszólnom, itt a kor tekintetében már tőletek azért fiatalabb vagyok szerencsére, már bocsánat, hogy nekem Sebastian Vettel, csak ha már Dani őt említetted, azért volt sokkoló, mert amikor ő föltűnt, ő volt az első Forma 1-es pilóta, aki fiatalabb nálam. És ugye gyerekkoromban ezek ilyen bácsik voltak, akik ott versenyeztek. És akkor jött a Vettel, aki fiatalabb nálam, ez szörnyű élmény volt. És aztán eltelt pár év, és jött Max Verstappen, az első volt, aki 10 évvel fiatalabb nálam, és akkor onnantól már nem tartom számon ezt, mert meguntam. Dani, Vettel a kedvenced. Nagy hatást gyakorolt a személyiségedre, az előmeneteledre. Milyen megélni azt a válságot, amibe ő került az elmúlt 2 évben szurkolóként? Hát nem jó élmény, de el tudom fogadni. Igazából szerintem nem annyira óriási a válság, mint aminek kívülről tűnik. Nyilván több hibát vét a versenypályán, de szerintem olyan rossz helyzetbe került a maga irányításán kívül is, amilyen helyzetben nagyon kevés pilóta került. Ricardo volt egyszer a csapattársa, aki az akkor debütált versenyzők közül egyértelműen a legnagyobb tehetségnek volt kinyilvánítva. Nem véletlenül került a HRT-t rögtön a Red Bullba, és most meg Leclerc-et megkapta, aki gyakorlatilag megint egy Verstappen vagy a közeli szint, egy zseniális versenyző. Ezek mellett könnyű úgymond veszíteni, könnyű nem bizonyítani. Vannak olyan bajnokok, nem szeretné senkit megjegyezni, akiknek könnyebb a dolga, úgy érzem, a csapattársuk ellen. Ha Vettel mellett végig mondjuk Kimi maradt volna ott, akinek karrierje már szépen lassulóban van, azért ezt be kell vallani, akkor mellette most lehet, hogy most is ő lenne a legnagyobb sztár, legnagyobb király. Szóval minden relatív az életben. Úgy gondolom, hogy azért Hamiltont is meg lehetne lepni ezekkel a tehetségekkel, de neki például Bottas is Rosberg maradt. És nyilván ők is kiváló versenyzők, csak úgy érzem, hogy Vettelnek a megítélésén sokat ront az, hogy milyen szerencsétlenül jöttek ki, hogy gyakorlatilag a legnagyobb tehetségek ülnek be mellé folyamatosan. Akkor ezek szerint te is arra az álláspontra helyezkedsz, itt visszautalva arra, amit mondtál a Ricardóról és a Leclercről, hogy egy fiatal, ultra nagy tehetség, aki elméletileg nincs veszíteni valója, mert csak egy dolgot tehet, az pedig az, hogy bizonyíthat. Hogy így sokkal könnyebb neki menni egy nagy világbajnoknak? Nem hiszem, hogy sokkal könnyebb, mindig nehéz ilyen tapasztalt versenyző ellen, főleg egy új csapatban teljesíteni, szóval ők bebizonyították, hogy Vettel sem olyan erős, és ők mekkora nagy tehetségek. Ennek ellenére valószínű a veszíteni valójuk, ahogy te is ezt mondtad, sokkal kevesebb. És amilyen durván már 18-20 éves versenyzők és szimulátorokon keresztül, és gyakorlatilag 3-4-5-6 éves koroktól kezdve versenyezve már több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek ők is, elképesztő, hogy így milyen teljesítményre képesek ilyen fiatalon. Én, amikor a korodról esett szó, akkor természetesen szintén azon az állásponton vagyok, hogy nagyon-nagyon kell annak örülnünk, hogy van folyamatos utánpótlása a Forma 1 szurkolóknak, hiszen nem utolsó sorban a mi kiadónk is ebből él, hogy híreket teszünk közé, és ezek olvasásával próbálunk profitálni, akár a nyomtatott újság, akár a tévéműsor, akár a podcast tekintetében. És biztos vagyok abban is, hogy nem csak az e-sport tekintetében várnak új híreket ezek a szurkolók és rajongók, hanem végre szeretnék látni az igazi versenyautókat is a versenypályákon.
Itt az idő, hogy meghallgassuk, hogy mit mond a valós esélyekről egy igazi illetékes, Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója, akivel Németh Krisztián, az Autosport és Formula Magazin TV műsorának riportere készített egy internetes interjút. Azt kell világosan látni, hogy ez se nem a Liberty médián, se nem a promótereken múlik, hanem mindig az adott országnak a szabályozásán múlik az, hogy mit lehet rendezni és mit nem. Tehát nyilvánvaló, hogy a Liberty is mindent megtesz annak érdekében, hogy elinduljon a világbajnokság, hiszen képernyőre kell kerülnie, el kell indulnia a világbajnoki futamoknak, ahhoz, hogy gyakorlatilag egy érvényes világbajnoki év legyen. Úgyhogy természetesen az elmaradt futamok azok már nehezen pótolhatók, de mind az osztrákok, mind Silverstone, mind pedig mi jeleztük azt, hogy természetesen partnerek vagyunk abban, hogy elinduljon a világbajnoki sorozat, de azt látni kell, hogy minden országban ugye elkezdték most a lazításokat, de nem tudhatjuk azt, hogy júliusban, augusztusban mi lesz. Jelen tervek szerint Ausztriában kezdődik, valószínű kettő futammal, hiszen ha egyszer már beutazást engedélyeztek a csapatoknak, pilótáknak, akkor gyakorlatilag 14-15 napig tudnak maradni egy helyen, és akár két futamot is le lehet bonyolítani, és utána Anglia, vagy utána Magyarország is tud rendezni, de valószínű, hogy természetesen csak nézők nélkül. Tehát most ott tartunk, hogy az az alternatíva van, hogy egyrészt nézzük azt, hogy a dátum az eredeti időpontban, vagy esetleg az ausztriai helyzet változásával a mi dátumunk is változik, és arra készülünk, hogy nézők nélkül. Hát természetesen mondjuk valószínű, hogy nem annyira izgalmas a pályánk, mint mondjuk Silverstone. Tehát, hogyha két futam van, azért nálunk nem lehet annyira előzni, ha most két futam van, akkor lehet, hogy beleszaladunk két nem olyan előzős futamban. De mindenféleképpen természetesen az lenne a jó, hogyha már egyszer idejönnek, kapnak engedélyt a beutazásra, akkor gyakorlatilag az, hogy a világbajnoki futamok megfelelő száma megrendezésre kerüljön, akkor célszerű az, hogy mindenhol két futamot rendezzenek. Szerintem egy csomó fals információ jelent meg ebből kapcsolatban. Se a Liberty, se az FIA, sem pedig a promóterek nem adtak ki hitelt érdemlő információt, mert senki nem tud sem. Tehát van 50 forgatókönyv, ezeket próbáljuk összerakni. Természetesen mi is alkalmazkodunk a hazai vírushelyzethez, a kormány döntéshez, és természetesen a Liberty médiával tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy én örülnék neki, hogyha ez az augusztus maradna. Természetesen mi most az augusztus 2-ára készülünk, az eredeti időpontban, de nem gondolom azt, hogy Európában túl sokáig marad a versenysorozat. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Ausztria, Anglia, Magyarország, esetleg Hollandia, vagy Spa szóba jöhet, illetve Olaszország, tehát azért elég sűrű a naptár. Nálunk nyilván szeptemberben és még októberben is lehetne futamot rendezni az időjárási körülmények miatt, de én azt gondolom, hogy mi ott az elején leszünk, remélhetőleg, ha elindul Ausztriába az idő. Na hát, uraim, azért összességében nem annyira rossz, amit hallhattunk, tehát pár héttel ezelőtt sokkal-sokkal borúsabbnak tűnt minden, mint mostanában, azt hiszem, hogy kezd kisütni a nap, és bízom benne, hogy augusztus közepe táján valamikor majd Magyarót felett is nagyon szépen fog a nap sütni, akár egy, akár két egymás utáni hétvégén. Az nyilván egy nagyon szomorú dolog, hogy itt jelenleg nincs arra, nem látszik esély sem arra, hogy nézők jelen legyenek a Magyar Nagydíjon, de erre azért már számíthattunk, tehát az tényleg egy túlzott optimizmus lett volna, hogyha valaki azt várja, hogy nézőkkel rendezhetik meg a futamot. Ami pedig az újságírókat illeti, hát azt ugye majd meglátjuk. Erről is beszéltünk hosszabban, ugye itt a legfrissebb hazai
rendeletek értelmében akár újságírók ott is lehetnének, de ez valószínűleg nem csak a hazai szervezőkre, hanem a FOM-ra is fog tartozni. Dani, te ugye tavaly ott voltál a Magyar Nagydíjon, sőt ugye ott találkoztunk először személyesen. Milyen emlék volt ez számodra a pedokból átélni? Igen, én tavaly ott voltam a Magyar Nagydíjon, és 17-ben és 18-ban is, ami tényleg óriási élmény. Nagyon jó, hogy csak 30 percnyire van a lakásomtól egy olyan versenypálya, ahol Forma 1-es versenyeket rendeznek, és már amikor felkelek is tudom, hogy most itthon vagyok, és kigurlok egy versenypályára, és ott azok a szememben legendák fognak versenyezni, akikre ezt gyerekkorom óta felnézek, az számomra egy óriási dolog, és amúgy igen, a padokban sok időt eltöltöttem, de például minden szabad edzésre, időmérőre és futamra is mindig kimegyek egy lelátóra. Ha nincs ülőhelyem, akkor akár csak a kerítés széléről nézem a futamot, mert sokkal közelebb is, sokkal jobb, mint a benti tévéképernyőről. És annak ellenére, hogy a magyar pályának versenyzési szempontjából unalmas a vonalvezetés, én nagyon sok jó hétvégét láttunk ennek ellenére az elmúlt években, a körülményeknek is, vagy a hőségnek, vagy az esőnek köszönhetően, aminek én rendkívül örülök, és amúgy mint versenyző, vagy virtuális versenyző egy nagyon izgalmas vonalvezetés, szóval versenyezni, a versenyzők szeretnék rajta, ezt jól látni, és amúgy én is szeretem a szimulátorban. Melyik volt az első magyar nagy díjad, amit a helyszínen éltél át? Arra emlékszel? Az a 2017-es, mivel a családomból senki nem követte a motorsportot, ezért igazából csak az e-sporttal tudtam ide legelőször kijutni. És ugye Gyulai Zsolt azt mondta, hogy szerinte nagyon rövid lesz az európai szezon, ami számomra azért volt érdekes, mert épp tegnap olvastam egy nyilatkozatot, legőszintébben megmondom, hogy fogalmam sincs kitől. Talán az Zac Brown volt, na mindegy, valaki meg pont azt fejtegette, hogy szerinte Európára kéne koncentrálni, és az Európán kívüli versenyeket kellene hagyni, amelyek ugye radikálisan ellentmondó nyilatkozatok. Valószínűleg ezt itt mi nem fogjuk tudni kitalálni, hogy mi legyen, viszont itt adáson kívül Sanyi, te említettél nekem egy olyan kis pletyka morzsát, kis információ bombont, ami valószínűleg a hallgatóság számára is érdekes lehet. Off to record kaptam egy üzenetet a Paul Ricard menedzsmentjének egyik prominens tagjától, aki arról tájékoztatott, hogy bár ugye bejelentették, hogy francia nagydíj biztosan nem lesz 2020-ban, ettől függetlenül a pálya és az infrastruktúra az adott, és ők nagyon-nagyon szeretnének versenyt rendezni. Ez hétvégén érkezett ez az információ, azóta már azért a nemzetközi sajtó is foglalkozott ezzel egy icipicikét. Azt tudjuk, hogy nagy valószínűség szerint más neve lesz. Itt mindenféle felvetéseket hallottunk már mediterrán nagydíjtól kezdve, provanci nagydíjtól egészen az Európa nagydíjig. A lényeg az, én ettől nem mondhatom el a nevét sajnos, de tőle azt hallottam, hogy ők mindenféleképpen akarnak idén versenyt rendezni. Nagyon-nagyon jó esélyük van arra, hogy versenyt rendezzenek a Paul Ricardon, és érdekes módon ő azt jelezte nekem, hogy az augusztus közepén lehet esedékes, mégpedig a magyar nagydíj és a belga nagydíj közé beszuszakolva. És arra is tett még utalást az informátorom, hogy az európai helyszínek között a meglehetősen nehéz helyzet ellenére viszonylag nagy a tolongás, tehát mindenki szeretne valamilyen formában és szeletet magának az idei Forma 1-es világbajnokságban, úgyhogy a remény megvan arra, hogy mégsem lesz annyira rövid az európai tartózkodás a világbajnokságnak. Bocsi, de mielőtt az utolsó témánkra átugrunk egyet, muszáj kérdeznem, szerinted vagy szerintetek miért kell ezt más néven rendezni? Tehát pusztán azért, mert már közölték, hogy nem lesz francia nagydíj, vagy ennek valami egyéb szerződési jogi okai lehetnek? Amennyire én tudom, ennek pénzügyi okai vannak. Tehát azt, hogy hát ahogy a közjel fogalmaz, kitolja bele a lét. A francia nagydíj, mert nyilvánvalóan a térségi önkormányzat, vagy nevezzük régiós vezetésnek, ezt tudjuk a korábbi évekből, hogy ők tolták bele a lét, most ők valószínűleg nem fogják beletolni a lét, hanem valaki más fogja, és ez, ha hihetünk a csiripelő madaraknak, ez még akár a FOM is lehet. Tehát a vagy a helyi pasztizgyár, ugyebár végül akár. Is a pasztizgyártásból épült az egész Paul Ricard, egy szép hagyomány. Bizony. Mint a kiadóvezetője most így a lé kapcsán gyorsan felkaptam a fejem, és
Mi is fölkapjuk a fejünket ezzel kapcsolatban, hogyha a kiadó vezetője a lét emlegeti. És a Danihoz intézek egy kérdést, hogy van arra mód egyébként, hogy téged bárki megkeressen, mint szponzor és támogasson? Van lehetőséged neked autón, vagy a saját ruházatodon, vagy a műsoraidban, csatornáidon elhelyezni támogatót? Igen, csatornáimon, ruháimon van. Nyilván ez nem ütközhet a jelenlegi szponzorokkal, ami nekünk Alfánál tavaly csak a New Balance volt, most amúgy már ők sem lennek, szóval egy másik ruha szponzor nem lehet. Egy Red Bullos versenyző esetében meg nyilvánvalóan nem lehet egy, közben hívtak telefonon, bocsánat, egy másik energiaital gyártó cég. De igen, erre van lehetőség szerencsére. Vannak olyan versenyzők, akiknek vannak saját szponzoraik, nekem amúgy annyira nincsen, ez talán valamilyen szintén siratom is, és nem teljesen értem, mert azért sokat tudna segíteni szerintem néhány vállalat nekünk e-sport versenyzőknek, de reménykedem benne, hogy a jövőben majd ez is kicsit fejlettebb lesz. Itt és most követeljük a magyarországi szponzoroktól, hogy bombázzanak téged telefonhívásokkal és ajánlatokkal. Mi vagyunk azok, akik kezeskedünk afelől, hogy a létező legjobb befektetés, nem csak itthon, kiemelkedően nagy népszerűségnek örvendő személyiség, vagy hanem nemzetközi fronton is. Tehát aki veled együttműködik, az két legyet üt egy csapásra. Szponzorok, gyertek Danihoz! Igen. Műsorunk utolsó részében rendszeresen színes, érdekes, nem annyira fontos hírekről esik szó, és most egy olyan hírt választottunk, ami a virtuális versenyzéshez kötődik. Ráadásul az Indy 500-hoz, aminek van egy szakértője is körünkben. Kérem Gergőt, hogy vezesse elő ezt a nagyon fontos információt. Szóval köszi Tamás, hogy Indy 500 szakértőnek nevezel, megpróbálok fölnőni a feladathoz. Egy 175 mérföldes virtuális futamot rendeztek a minap, ahol valós indikár versenyzők mellett néhány vendég és tiszteletét tette. Többek között Lando Norris, akin sokat kacaráztunk az elmúlt hetekben, hogy milyen showt szokott leművelni az online térben. Ezúttal viszont a virtuális versenypályán művelt el showt, ugyanis egészen parádésen versenyzett, amíg aztán a hajrában történt egy több mint különös incidens, hogy egy lekörözött versenyző, egészen pontosan Simon Pagenaud, a tavalyi valós éles Indy 500 győztese, kiütötte őt a versenyből, és Norris nem tudott másra gondolni, és ennek a véleményének hangot is adott, mint hogy az IndyCar versenyzők, mint egy közössége nem örült volna annak, hogyha ide jön egy ilyen gyűjtment Európából, és elkalapálja őket ovál pályán. Dani, hogyha te láttad ezt az esetet, akkor mint szakértő, mit gondolsz róla? Hát szerintem elég vicces volt, mint hogy a lehető legrosszabb módon nevetséges, inkább ez a jobb szó. Pagenaud, nem annyira jegyeztem meg a nevét, mert hát ilyenek után számomra arra sem érdemes. Tényleg ilyet nem lehet csinálni. Olyat mond, hogy például ez csak egy játék, ennek ellenére overall-ba kesztyűben versenyel szponzorokkal egy 15 000 eurós szimulátorba, úgyhogy arra előtte egész héten gyakorol. Ez csak egy játék, persze. A legtöbben, akik ezt a szintet képviselik, az ennél sokkal komolyabban veszik. Nekem a foci például egy játék, nem vagyok Cristiano Ronaldo, ennek ellenére nem fogok mindenkit felrugdosni a pályán, és nem akarok piros lapot szerezni minden áldott lehetőséggel. Szóval ez egy nagyon-nagyon gyenge gyerekes állítás, és azt is furcsállom, hogy a bocsánat egyik jelét sem mutatta az elmúlt időszakban a közösségi médián, hanem ezt úgy gondolta, hogy ez volt számára helyes megoldás. Amúgy a WTF1, vagy WTF1 csatorna pont ma csinált erről az esetről egy videót. Ők azt mondták, hogy az is lehet ennek az oka, hogy az IndyCarban van egy olyan szabály, hogyha ketten csatáznak és egy autó harmadiknak bejön melléjük, akkor elvileg az utolsóként csatába térő autónak kéne a leghamarabb visszavenni a gázt a kanyarban. Ennek ellenére Norris duplát előzött, és ezáltal először Pagenaud kilökte a saját egyik csapattársa, aki ezt Norrisra fogta, pedig Norris nem hibázott semmit, mindenkinek meghagyta a helyet, csak belsőben elment mellettük, de
elvileg ezért lett mérges, és úgymond ez bosszulta meg, de ilyen akkor sincs. Pont ezért van FIA, pont ezért vannak döntéshozók és szabályalkotó szervek, hogy nem a versenyzők döntik el, hogy kinek mi lesz a büntetése. Elég vicces világban élnénk, ha rendőrség sem lenne, hanem nekem ellopták egy csirkémet, és a következő napon már a sörétessel kopogtatnék a szomszédhoz. És ez szerintem egy nagyon-nagyon csúnya cselekedet volt, és megint egy annyira profit közvetítést, amit a Sky Sports közvetített, vagy egy másik amerikai csatorna, aminek most nincs meg annyira neve, egy ilyennel komolytalanítani, amiben ennyi befektetett munka van mind mérnökök részéről, mind a játék készítők részéről, mind a versenyzők részéről, a támogatók részéről, nem lehet ennyire elbakatalizálni, és nem lehet azt mondani, hogy ez csak egy játék, mert nem a valós képét mutatja megint annak az üzenetnek, amit amúgy szerintem a legtöbben közvetíteni akarnának. Ugye nem csak ez az eset történt a karantén időszak alatt a virtuális világban, ami nagy port vert fel, ugye hallhattunk olyan pilótáról, aki olyan szót mondott ki, olyan nem polkorrekt szót, aminek az lett a vége, hogy szponzorbontott vele szerződést, volt, akit kirúgtak azért, mert nem úgy viselkedett a szimulátoros verseny alatt, hogy kellett. Ez nekem azt mutatja, hogy igenis az emberek egyre inkább komolyan veszik, tehát van ennek nagyon-nagyon-nagyon komoly tétje. Jó az, hogy ez ebbe az irányba megy el, vagy nem jó? Ti mit gondoltok erről, fiú? Hát szerintem a nem polkorrekten beszélő Kyle Larsonnak a szomorú történetét elég alaposan kibeszéltük már a múltkor, és azért az nem feltétlen a versenyzéshez kapcsolódik. A másik sztori, akire utaltál, ugye Bubba Wallace szegénynek az esete, aki meg fölhergelte magát, és akkor nyomott egy rage quitet a játékból. Hát nem tudom, tehát én ezt nem éreztem annyira szörnyűnek, hogy vele a valós szponzor a szerződés bontson, de lehet, hogy Dani ezt máshogy látja, hogyha dühében kilépett a játékból, ez mennyire egy szörnyű cselekedet. De történt már ilyen, Dani, hogy dühödbe kiléptél a játékból? Volt, de rendes versenyről nem, de alapból más játékokból volt, de szerintem az nem olyan durva dolog, ha úgy lép ki az ember, hogy bemegy mondjuk a box utcába, vagy félreáll, aztán kilép, hát feladja a versenyzést, azt annyi, most nem kötelező versenyezni. Szerintem az kicsit harsh, hogy emiatt valaki szerződést bont a másikkal. Nyilvánvalóan nem jó, de azért ez a szívejoga döntése, bármiért ki lehet lépni, hogyha valami történik itthon, valakiben beleáll egy kés, akkor kilépek. Most, hogy ez azért kicsit kevésbé durva szerintem, mint az, hogy valaki direkt a szándékosan a versenypályán kilöksz, vagy rasszista megállapításokat teszel valakire. Az talán a legutolsó. Én is örülnék annak, hogyha nem menne el abba az irányba az e-sport, hogy mondjuk beépítenek egy olyan modult, hogy a pályán konfliktusba került versenyzőknek lehetősége nyíljon egy pofoszkodásra a futam után a box utcában. Szóval szerintem a szebbik részét kellene azért csak követni, illetve megtartani ennek az e-szériának, ezeknek az e-sportoknak. Közben azonban a műsoridőnknek lassan a végére érünk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni Bereznai Daninak, hogy elfogadta a meghívásunkat, szakértett itt az adásban, és remélem, hogy más alkalmakkor is lesz lehetőségünk őt megszólaltatni. Azt meg még jobban remélem, hogy a sikereiről lesz alkalmunk beszámolni, és azt is szintúgy remélem, hogy a szponzoroknak a agyát egy kicsit megmozdítottuk, és hát, ha jelentkezik valaki, aki meglátja benned a lehetőséget. A hallgatóknak nagyon köszönöm, hogy ismét velünk tartottak. Arra kérünk benneteket, hogy műsorunkkal kapcsolatban használjátok a Formula Hú Podcast hashtaget, hogyha írtok nekünk, posztoltok rólunk, kérdeztök tőlünk a Twitteren, az Instán és a Facebookon is meg tudjátok ezt tenni. Fontos, hogy a helyzetnek megfelelően továbbra is maradjatok otthon. Leginkább Budapesten van erre szükség, úgy hallom. Közben olvassátok a formula.hu-t, amely a vírus járvány alatt is óriási erővel nyomja számotokra a legfrissebb információkat, de a legfontosabb talán az, amit minden alkalommal elmondunk, hogy szeressétek az autósportokat. Sanyi és Gergő talán még hozzátenne ehhez valamit. Vidéken is maradjatok otthon, de csak akkor, hogyha a formula.hu-t olvasgatjátok.
Köszönöm szépen munkatársaimnak, Gellérfi Gergőnek és Mészáros Sándornak, szerkesztő kollégáimnak, valamint Hilbert Péter technikusnak, hogy segített összeállítani ezt az adást. Néhány nap múlva ismét hallhattok majd bennünket, addig is sziasztok! Formula Podcast, az Autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.